vannak benned. Vannak vágyak, amelyek építenek és előrehajtanak, és vannak vágyak, amelyek inkább pusztítanak, vagy szenvedést fognak okozni neked. Szeretettel köszöntelek, Németh Erika vagyok, önismereti tréner. Most ez a videó a vágyakról készül, méghozzá azért, mert belefutottam abba az utóbbi időben többször is, hogy az emberek a vágyakat kétféleképpen értelmezik. Ezért el is gondolkodtam azon, hogy nem lehet-e, hogy vágyból is kétféle van. Nem csak az értelmezésből, hanem lehet, hogy magából a vágyból is kétféle van. Ezáltal egyértelművé is vált és magyarázatot nyert az is, hogy miért van az, hogy bizonyos spirituális tételekben azt mondják neked, hogy legyenek vágyaid, kövesd a vágyaid útját, és akkor nagyon-nagyon jó lesz neked, és teremtővé válsz. Mindeközben pedig bizonyos más spirituális tényekben pedig azt mondják neked, hogy a vágyaid az minden rossznak a teremtője, hogy a vágyaid azok nem vezetnek jóra, hogy azok szenvedésbe és pusztításba fognak torkolni az életedben. Akargathatnánk a fejünket, hogy akkor mi is lehet itt a valóság, ezért aztán úgy döntöttem, hogy megmutatom nektek, amit én gondolok a vágyról. Méghozzá azt gondolom, hogy kettőféle kategóriába tudjuk sorolni a vágyainkat, és hogyha ezt a két kategóriát két különböző szóval illetjük, két különböző szinonimát találunk rájuk, akkor meg is fog számodra világosodni az, hogy melyik vágy az, amelyik számodra teremtő lehet és előre tud vinni, hajtani tud és lelkesíteni, és melyek azok a vágyak, amelyek viszont inkább az ennek ellenkezőjét fogják teljesíteni az életedben. Képzeld el ezt a kétféle vágyat, így kétféle körrel mutatom be neked. Az egyik vágyad, amit én kicserélnék egy másik szóra, a vágy szót helyettesíteném a hajtóerő szóval. Hajtóerő. Remélem, hogy látszik ez a kamera képén is. Szóval hajtóerő, ez egy olyan vágy, ami belülről fakad föl benned, amely téged tettekre sarka, amely benned lelkesítő erőként, erőként, teremtő erőként fog megmutatkozni. Ez egy olyan vágy, amitől te vidám, és nagyon-nagyon lelkes leszel, és alig várod, hogy elindulj az utadon, és teremtsd azt, amit szeretnél. Olyanná válsz, mint egy napocska, bőségessé, teremtővé. Ezek olyan vágyaid, olyan hajtóerők, amelyek téged sarkalnak valamire. Téged sarkalnak valaminek a megélésére. Például hatalmas késztetést és erőt érzek arra, hogy mondjuk indítsak egy vállalkozást. Vagy hatalmas késztetést érzek arra, hogy a párkapcsolatomban csináljunk valamit. És erre majd meg fogom kérni a páromat. Vagy hatalmas késztetést érzek arra, hogy most elmenjek biciklizni, elinduljak a maratonon, vagy alkossak, kreáljak valamit, kössek egy pulóvert, ne talántán fessek egy mandalát, vagy sokkal nagyobb dolgokat is akár. Ez egy olyan hajtóerő, amely téged késztet cselekvésre. Téged tesz teremtővé. Ez egy olyan hajtóerő, egy olyan vágy, amely téged teremt meg, téged tesz alkalmassá arra, hogy cselekedj, hogy tegyél. Ennek a vágynak a megvalósításához semmi másról nincs szükség, csak rád és a képességeidre. Általában, amikor ez a hajtóerő, ez a vágy megindul benned, akkor képesnek is érzed magad arra, hogy megvalósítsd azt, amit szeretnél. Ez a te valódi énedből felfakadó, teremtő erőd valójában. Szóval ez a vágy előre visz, teremt és lelkesít. Ez az, amit én hajtóerőként vagy teremtőerőként hívnék. És itt van egy másik kör, ami egy más típusú vágyadat mutatja be. Nézd csak, ezt már nem is olyan boldognak, hanem sokkal inkább kétségbeesettnek ábrázolnám. Ugyanis ez mindazokat a vágyaidat tükrözi és képviseli, amelyek hiányból erednek. Úgyhogy ki is cserélném itt a vágy szót arra, hogy hiány. Mit jelent ez? Ebbe a kategóriába azokat a vágyaidat sorolom, megjegyzem zárójelesen, mindenkinek van ilyenje, amelyek arról szólnak, hogy vágysz valamire, ami rajtad kívülálló. Vágysz valamire, amit nem te tudsz megcselekedni, amit nem te tudsz eldönteni,
hanem valami vagy valaki, aki rajtad kívül áll. Például, vágyom arra, hogy jó idő legyen. Vágyom arra, hogy a párom ide jöjjön és megöleljen. Vágyom arra, hogy valaki felajánljon nekem egy állást. Figyeled, ezekben a vágyaidban te valójában hiánnyal vagy benne. Nem vagy benne. Nem vagy cselekvő. Mert mindezeknek a vágyaidnak a cselekvő alanya valaki vagy valami, ami rajtad kívül áll. Ha például az a vágyad, most újra akkor vegyük elő ezt a példát, hogy a párod Béla vagy Gizi szeressen és akarjon veled lenni, és töltsön veled több időt, és öleljen meg, akkor mi történik? Akkor ki az alanya, ki a cselekvője ennek a vágyadnak? Hát Béla vagy Gizi. Így akkor te mi vagy? Így semmi más nem vagy, csak az ő döntéseiknek a szerencsés vagy szerencsétlen következménye. Így ebben az esetben, amikor a vágyad olyan dologra irányul, amelynek más a teremtője, más a döntéshozója, más a kivitelezője, olyankor azért érzed magad rendkívül kényelmetlenül, mert valójában kiszolgáltatott vagy. Kiszolgáltatott és tehetetlenséget élsz meg. Ez egy függés. Szeretném a félreértések elkerülése véget kihangsúlyozni, hogy attól még, hogy vannak ilyen vágyaid, amelyek a hiányodból fakadnak, attól még te nem vagy rossz ember. És nem is kell magadra úgy gondolni, hogy ilyenkor, amikor így működsz, akkor te hibás lennél. Nem vagy hibás. Csak az a különbség a kétféle vágy között, hogy ennek a vágynak, ez szívedből, teremtőerődből fakad, cselekvője tudsz lenni, ezért tudsz mit kezdeni magaddal, ezeknek a vágyaidnak viszont az elméd a kiötlője, az elméd a kreálója, ezért történik az, hogy kifelé figyelsz ilyenkor, másra támaszkodsz, másra hagyatkozol, és hiányt élsz meg. Hogyha ezt már tudod, ha észre tudod majd venni ezek után, hogy melyik vágyadat éled meg, akkor tudsz is rajta változtatni. Ha ebben a vágyadban vagy, akkor nincs más dolgod, csak cselekedni és megélni. Ha ebben a vágyadban vagy, akkor pedig emlékeztesd magad arra, hogy most épp olyan dolgokra vágyok, amelynek más a teremtője, más a döntéshozója. És kérdezd meg magadtól, hogy miért várakozol? Mi lenne, hogyha gyűjtenél olyan örömforrásokat? Mi lenne, ha megfordítanád a döntéshozást, a magaddal való kommunikációt úgy, hogy te válhass cselekvővé? Ha arra vágyom, hogy Béla öleljen meg, akkor menjek oda és öleljen meg, vagy legalábbis kérjen meg. Béla, ölelj meg. Úgy vágyom rá, hogy ölelj meg. És már is tettem valamit, ahelyett, hogy várakoznék a hiányban. Tettem valamit azért, hogy amire vágyok, az megvalósuljon. Persze tudom, hogy erre azt fogja mondani az elmétek, hogy de miért mindig én nyomuljak? Miért nem jön ez Bélának vagy Gizinek magától? Ez egy másik videó témája lesz, de a lényeg azt lásd, ha te vagy hiányban, jobb, ha nem várakozol, hanem cselekvővé válsz a saját életedben. Remélem, hogy sikerült a vágynak ezzel a kétféle megvilágításával is közelebb vinnem téged a saját vágyaidhoz. Ha igen, akkor nagyon-nagyon örülök. Ha kérdéseid támadtak, akkor írj nekünk e-mailt az erika@tundersziv.hu vagy a gabor@tudat-om.hu e-mail címekre. Szeretettel látunk önismereti kurzusainkon is, tarts velünk személyesen élőben, vagy online élő közvetítéssel is. Most már az ország határok sem jelenthetnek akadályt. Iratkozzatok fel csatornánkra, itt a YouTube-on, vagy osszátok meg ezt a videót is, hogyha van kedvetek, ajánljátok a videóinkat, a csatornánkat a barátnőiteknek, barátaitoknak is. Hát, ha ezzel is tudunk segíteni sokaknak. Hogy szerezzétek be otthonra önismereti könyveinket, és jussatok felismerésekre otthon kényelmesen magatokról. Most pedig elköszönök, kívánok sok sikert, jó egészséget, jó sok pénzt, szeretetet, szerelmet, boldog párkapcsolatot, és mindent, amit magatoknak kívánnátok még. Thank you.